Sziasztok, Robin vagyok, és úgy gondoltam, hogy most ismét egy LEGO készletet fogunk összerakni itt a kamera előtt. Méghozzá Microfighters-t. Ez a U-Wing nevezetű űrhajó, és ezt most így kibontjuk. Mert nekem nagyon megtetszett ez a Microfighter set, és persze lesz még, mert jó párat vettem, és mindegyiket a kamera előtt fogok kibontani és összerakni. Na, itt is van. Úgyhogy nagyon megtetszett így ez a készlet. És akkor ezt úgy gondoltam, hogy ide a háttérbe rakom. És tulajdonképpen ennyiből áll. És itt van a használati útmutató, hogy hogyan is rakjunk össze egy kisebb űrhajót, amelyik még lövedékeket is kilő. Na, akkor bontjuk is ki. Mert ugye ilyen nagy Star Wars fan vagyok, és ezt úgy gondoltam, hogy veszek egy ilyen kis űrhajót. Még nem vettem sose ilyeneket, de nagyon mutatták is ismerőseim, és nagyon megtetszett. Hú, ez jó sok darabból áll. Nem is olyan kicsi készlet ez. Na, zacskókat ide. Arrébb raktuk. A kis alkatrészek itt lesznek, a nagyok pedig itt. Na, akkor lássunk is hozzá az összerakáshoz. Elsőnek ugye a figurát kell összeraknunk. Méghozzá van egy ilyen fej. Ja, nem, először a testét kell így összeraknunk. Itt a lába, közben gurul a fej vagy. Nem tudom, hogy melyik legyen, mert ez két oldalú, de ezt úgy gondoltam, hogy így fog ez kinézni. És utána megjön a sisak. Na, és ehhez van még egy fegyver is, ami hol is van. Szerintem ez lesz az. Aha, igen, ez lesz. Nagyon menő. Jó kis sugárvető. Ezt a figurát, ezt ide teszem. Hogy itt nézze, hogy hogyan rakom össze az űrhajóját. Közben lapozok. Na, azt mondja, hogy kell lenni egy sötét szürkének, meg egy sárgának. Ide. Hoppá! Na. Jó. Na, mindig elmozdul a használati útmutató. Így valahogy fognom kellene. Na. Ide ráhelyezzük. Ide. Jó. Hú, most jó lesz. Most azt mondja, hogy kell egy ilyen világos szürke, amit szépen ráhelyezünk. És azt mondja, hogy
Megvan. Egy ilyen kétszer egyest. Úgy mi? Jaj. Most ilyen két üveg szerű elem kell hozzá. Nem is lehet látni olyanok, kis pindurkák. Aha, egyik megvan, és a másik is. És akkor ezt így ráhelyezzük, és a másikat is ugyanúgy. Jó. Nagyjából egyenesek. És van egy fehér, úgy látom, hogy 4x1-es fehér. Erre írja, helyezzük egy kéket. 2x1-es. Vagyis, hogy igen, 2x1-es kéket. Úgyni. Aztán jön megint egy olyan, hogy egy világos szürke 4x2-es elem, amit szépen rá fogunk helyezni. Ha jól látom, ide, így. Igen, és ide, erre, ezt a sötét szürkét. Újni. Na. Lapozunk. Ugye elég sűrűn kell lapozni. Na most, van egy olyan elem, amit ilyen lépcsőzetesen van így megcsinálva, és ezt így rá helyezzük. Jó. Most van egy érdekes két darab ilyen. Ugye ez vigyázat, mert akár kilőheti valakinek a szemét is. Ugye, mert ez, hogyha rá helyezzük, vagy belehelyezzük a töltényeket, akkor az aztán tényleg ki fogja lőni. És akkor ezt hogy is kell berakni? Aha, megvan. Ezt a kis pöttönpannit, ezt ide rá kell helyezni. És ezzel kell majd tüzelni. És van még egy ilyen. Méghozzá na, ez az. Megvan. Jó. Most így néznek ki. És ezt a két elemet, amelyikek majd kilövik töltényeket, vagyis hogy a elemeket, ezt egymás mellé fogjuk helyezni. Így. Igen. Na most ezt így elforgatjuk. És most két sárga színű elemet, hogy nehogy szétessenek. És ráhelyezünk egy ilyen rögzítő elemet. És ide is. Mögé. Jó. És akkor van két ilyen, hogy is mondjam, ilyen kúp-szerű elem.
amit egyik oldalára és másik oldalára is ráhelyezünk. Úgyni. Na akkor ezt egy kicsit félre rakjuk, mert most jön egy külön elem az űrhajó részére. Méghozzá egy 4x1-es, utána 2x2-est így rá teszünk. Utána jön egy egyszer hármas, ami így ellenkező irányba rakjuk, és utána erre rá egy ilyen kis, hogy is van, ezt az elemet. Így, ide. És egy kék elem, aminek nincs teteje, vagyis hogy ilyen sima tetejű. Aha, ilyet. Ilyet ide ráhelyezünk. Na, lapozunk. Aha, jön egy ilyen kinyithatós. Ha jól látom, így kell, de viszont így lesz. Azt hiszem, jól csinálom. És ezzel rögzíteni fogjuk, hogy ez stabilan álljon rajta. Mert csak egy kockán. Ha. 4x1-est. Jó. És egy ilyen 1x4-es elem. Puff. Na és akkor ezt az elemet szépen erre a félkész testre rárakjuk így. Na, meg is van. Van egy kék ilyen három derékszögű háromszög elem. És egy ilyen fehér. Aha, igen, ez a fehér. Na most. Ezt ide rakjuk, hogy stabil legyen, hogy ne essen szét. És ezt a kis 1x1-es elemet ide meg is van. Na most újra elkezd egy elemet elkezdeni. Van egyszer 4-es, ugyancsak egy ilyen 2x2-es elemet így ráhelyezünk az 1x4-esre. Jó. Lapozunk. Na és van így. Ráhelyeztük a 1x3-ast. Na és ugyanúgy az ellenkező elemét, az szépen. Aha, megvan, megvan. Jó. És akkor egyébként most vettem legalább 6 Microfighters készletet, mert hát annyira megtetszett, hogy muszáj volt
Majdnem mindegyiket megvásároltam, kivéve egyet szerintem, nem tudom, hogy melyiket, na mindegy. Az a lényeg, hogy 6-ot vettem. És persze mindegyiket kamera előtt videóra fogok fölvenni, ahogy összerakom. De a többit még nem tudom, hogy mikor fogom, de azt tudom, hogy meg lesz. És hogy fel lesz véve. Na, ráhelyeztük, úgyhogy most így néz ki. És úgy látom, hogy megint ilyen a tükörképét fogjuk megcsinálni, mert ide is egy ilyen egyszer egyest. És most összecsukjuk. Hú, de menő, menő, nagyon menő. Jól néz ki. Egész jó. Ő megint egy megkezdett részt fogunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-as ilyet. Most ezt így fogom csinálni, és van hozzá két ilyen szürke. Egyik oldalra és másik oldalra. És akkor van egy olyan, hogy ha jól látom, egy ilyen, amit szépen ráhelyezzünk. És egy másik ugyanilyen elem. Ja, az itt van. Aha, fordítva. Megvan, megvan. Na. Így is van. És akkor ezt... Ezt nem kell ennyire. Így ráhelyezzük ide a végére. Úgyni. Na, megint két darab ilyen derékszögűt, hogy nehogy, hogy is van, aha, hogy nehogy szétessen, így rögzítjük, hogy így egyben maradjon, és egy ilyen elemet fogunk rá helyezni. Na, ez lesz a hátsó része. És van egy ilyen világos elem, ami itt, hogy még stabilabb legyen. Húni. Rátettünk. Van megint egy 4x1-es, amit erre rá kattintottunk. Nagyon menő ez a varázsgép, már most látom, hogy ezt imádni fogom. Na most erre a kékre az 2x1-est ráhelyeztük, és van ez a bizonyos 4x4-es, igen, ilyen keretszerű, és ezt, hogy még egybe legyen, így, jó, meg is van. Lapozzunk. Ó, megint két ilyen üveg. 1x1-est kell használnunk, méghozzá ide, középre. Itt is van. Ú, ez olyan kicsi, hogy
Csoda, hogy így meg tudom mutatni. Ja, így. És most megint újból. Most addig így lesz. Most megint megkezdünk egy ilyen 6x8-ast, vagy nem, 1x8-ast. Bocsánat, ezt eltévesztettem. És így a 2x2-es érdekes elemeket ráhelyezünk mindkét oldalra, és ugyanúgy, mint a más korábbinál, ezt így. Na, ráhelyezzük. Újdni. Na, kattanj rá, újdni, meg is van. Ezt pedig szépen a tetejére fogjuk elhelyezni. Ide. Ez lesz a hátsó szárnya. Nagyon jól néz ki. Nekem bejön. Most már nem sok elem van, de ezek aztán hűha, gurulnak mindenhova. Na, azt mondja, hogy kell egy ilyen. Úgy látom, hogy ezt ide kell ráhelyeznem, és ide a sárgát. Jó. Ezt egyébként autókra szokták használni, elemekre, vagyis hogy autós elem más néven. Itt lesz, lehetne itt a rendszáma a gépnek, poén lenne. Van egy ilyen sötét szürke elem, ami itt ide ráhelyezünk, hogy összetartsa ezt a két darab egyszer kettes elemet, és a két oldalára szépen ilyen egyszer egyes ilyen, ahogy látjátok, vagy így, ahogy látjátok, ilyen egyszer egyes ilyen ferde elemet rakunk. És akkor most lesz egy olyan sötét szürke elem, és egy rácsot helyezünk az aljára. Jaja, igen. És ezt az elemet a űrhajó, vagy vadászgép, vagy nem tudom, űrhajónak a hátsó részére helyezzük, gondolom hasonló a szellőző nyíráshoz, vagy nem tudom. Na most van ez a négy darab, majdnem olyan, mint hogyha egy Lego ember feje lenne, de nem az, hanem erre a kis kicsire ráhelyezzük minden egyes fejére. Úgyni. Erre is. Olyan, mint hogyha ilyen figurák lennének, és csak hosszú kék nyaka van. És egy ilyen egyszer egyest mindegyikre. Erre is. Hoppá, ezek gurulnak rám. Húha. Nem semmi. Na és akkor ezeket szépen ide rá kattintjuk. Úgyni. Egyik oldalra, másik oldalra. Jó.
Na most. Eddig ez megvan. Most jön, hú, ezt négyszer kell megcsinálni. Fogunk egy ilyen kúpot. Rátesszük. Ilyet. A kúpra rá. Ilyen cső, vagy nem tudom, milyen rúd-szerű. Van egy ilyen sötét szürke, amit így rácsúsztatunk, és egy ilyet. Jó. És ezt négyszer kell megcsinálni. Jó. Akkor kúp. Ez a... Na, úgyni. Akkor mi is volt? Volt egy ilyen. Most fejből csinálom. Hopp, így van. És egy ilyen. Akkor kúp. Ilyen narancssárga. Egy kis fátyatartó. Majdnem hasonlít. És rá. És egy ilyet. És még egyet fogunk csinálni. Na. Úgy. Ez. És akkor. Jöhet így. Jó. És akkor ezeket szépen egyesével ráhelyezzük. Hú. Jó. Jó. Na, akkor most megfordítjuk. És úgy látom, hogy meg is vagyunk. Mert a két töltényt azt ide behelyezzük. Ez lesz a kilövés, csak nem lőjük ki. Ugyebár. Na. Ennyi volna. És akkor szépen beültetjük a figurát az űrhajóba. És a többi az pótelem. Az jó is. Kell ennyi pótelem. Ja, hoppá! Na, az a fegyver volt. Na mindegy. Be van ültetve. Ennyi volt a maradék, amit nem kell felhasználnom. Na úgyhogy ez volna így a Minifighter első készlete, és ez ugye az első része is. És remélem tetszett nektek a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!